Nincs elég turista, viszont rengeteg a beteg. Van megoldás, amire adásul több ágazatnak is segíthet. Olaszországban egyszerre próbálják csökkenteni a nyomást az egészségügyön és enyhíteni a szállodaipar gondjain, pedig úgy, hogy hotelekben szállásolják el a koronavírusos betegeket. Rövid idő alatt akár 200 ezer covid ágy is rendelkezésre állhat így módon, legalábbis ez a terv. Az 1200 római szállodából jelenleg mindössze 200 működik, ebből 15 fogadhat koronavírusos betegeket. Az egyik a Sheraton Hotel, amely 169 szobát biztosít. Többségében tünetmentes vagy enyhébb tüneteket mutató fertőzöttekről van szó, de azok a turisták is oda kerülhetnek, akiknek pozitív lett a tesztjük Olaszországba érkezéskor. Az Euronews tudósítója egy római szállodából jelentkezik be, amely 20 percnyi autóútra van az olasz főváros központjától. Mint mondja, az 50 szobából jelenleg 10-ben laknak zömében tünetmentes COVID-betegek. Április óta azonban már többször is telt ház volt. A járvány kitörése óta összesen 500 fertőzött szállt meg az épületben. Az olasz regionális hatóságok betegenként és éjszakánként 30 eurót fizetnek, ez ugyan nagyjából a fele, mint ami normális körülmények között egyébként befolyik, de a szálloda igazgatója szerint, ha ez nem lenne, már rég le kellett volna húzniuk a redőnyt, mint ahogy sok más szálláshelynek. Korábban hiteleket kellett felvennem, hogy ki tudjam fizetni a beszállítókat, de most hála ennek a rendszernek, fent tudom tartani a szállodát, és ki tudom egyenlíteni a számlákat, mondja. Utoljára néhány évvel ezelőtt a sorozatos olaszországi földrengések idején fordult elő, hogy a természeti csapás miatt szállodákban helyezték el az embereket. A mi szállodánkban most először tapasztalunk ilyen helyzetet. Korábban legfeljebb fél évente két-három szobát adtunk ki így, ha például gázrobbanás volt valahol. Még ugyan megjósolni sem lehet, mikor a csillapodik a járvány, az igazgató bízik benne, hogy a turisták nem riadnak el, és a jövőben nem lesz hátrány, hogy a szállodát COVID-betegek elszállásolására használták.